Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Rogán László polgármestert. Üdvözlöm szeretettel. Jó napot kívánok. Elég sok minden van, amiről beszélhetünk, hiszen mozgalmasan indult a 2019-es év is Budakalászon, de talán a legfontosabb az, hogy Budakalásznak van költségvetési rendelet, amit a legutóbbi ülésen fogadtak el. Kérem, hogy erről ossza meg velünk gondolatait. Valóban az idei esztendő, az egy különleges esztendő, olyan szempontból többek között, hogy a városunk is ugye 10 éves, de erről majd egy pár szót, esetleg kicsit később. Olyan szempontból mindenféleképpen, hogy az a Patakpart általános iskola, amire nagyon régóta készültünk, és sok minden akadály jött idáig közbe, azok elhárultak, ezek az akadályok, és véget tudtunk arról is dönteni, hogy egy költségvetési rendeletben ennek az összeget is be tudjuk tervezni. Ezért az idei esztendőben valószínűleg sokáig nem lesz még ilyen, már még egyszer ilyen. Közelítünk Szentendre város költségvetésének a főösszegéhez, közel 5,7 milliárd forint, de ez amiatt, ugye, hogy a Patakpart általános iskolát be kellett ugye nekünk most áraznunk. Ez megtörtént, egyébként a héten lesz egy rendkívül testületülés az eljárásnak a lezárásáról, utána majd követi ezt a szerződéskötés, egy moratórium, és utána fizikálisan is megkezdődik az iskolának a kivitelezése. Valamikor az április hónapban, úgyhogy ezt bízom benne, hogy most már nem lesz akadály. A régészeti feltarások azokat mindenképpen megelőzik a munkátokat, de hát ezt a kivitelező ezt tudja, hát ezeket így is tervezte. Visszatérve a költségvetéshez, hogy elfogadtuk a költségvetésünket, és ahogy a könyvvizsgáló is elmondta, hál' Istennek évek óta ezt mondja, és ez egy jó dolog, hogy megalapozott költségvetés, számszakilag alátámasztott költségvetés, stabil és tartalékokkal is rendelkezik. Ami azt jelenti, hogyha bármilyen olyan lehetőségünk nyílik, amire egyébként van is szándékunk, akár mondjuk egy óvodaépítés, ami nincs elfelejtve, vasúcsori óvodaépítés, hogy a kormányzati szándékkal párhuzamosan építkezni szeretnénk, akkor ennek az önrészek bizonyos tekintetben rendelkezésre állnak. Szóval rengeteg tartalékot tettünk el a költségvetésünkbe. Ennek ellenére nagyon sok fejlesztési forrás is rendelkezésre áll ebben az esztendőben, úgyhogy a beruházásainkat is nagyon szépen tudjuk elkezdeni. És ugye nem sokára, sajnos gyorsan megy az idő, május 31-ével lezárul az előző esztendő, akkor lesz egy zárszámadás, és akkor megint látni fogjuk, hogy mi ez a pénzmaradvány, amivel tudunk még pluszban gazdálkodni. Ahogy látjuk, ez is több 100 millió forint környéke lesz, 100 és 200 millió forint körül. Úgyhogy ami most nem fér bele esetlegesen az idei költségvetésnek a tervezésekor, azt majd az elszámadáskor még tudjuk esetlegesen támogatni. Úgyhogy az idei költségvetésünkben azon túl, hogy az intézményeinknek a támogatottsága stabil és finanszírozható, a hivatali költségvetés finanszírozható, sok beruházásunkat is tartalmazza, útépítések, járdaépítések, bizonyos felújítások. Úgyhogy a véleményem szerint azt kell mondanom a budakalásziaknak, hogy a tavalyi esztendőben is tudtunk fejleszteni a városon, tudtuk olyan szinten tartani a városunkat, amilyen szinten szerettük volna, idei esztendőben is ezt tovább tudjuk tartani. 17 darab módosító indítványt nyújtottak be a képviselők. Mennyire voltak ezek befogadható módosítások? Egy-kettőt tudtunk befogadni, olyat szinten befogadni, hogy bizonyos képviselőtársaimnak elmondtuk, hogy folyamatban van már az a munka, amit ők módosítóként nyújtottak be. Gondolok itt a Felsővár utcának a biztonságosabbá tételére, vagy a vízvezetésének a megvalósítására. Itt vissza is mondta azt a képviselőtársam. A jegyző úr adott be jó pár módosító indítványt, ami egyébként bizonyos szempontból a hivatal dolgozóinak a béremelésére is vonatkozott. Az illetmény alap emelésére pályáztunk, ez nyertünk is 13 millió forintot, úgyhogy Budakalászon meg fog emelkedni az illetmény alap, ami azt jelenti, hogy a kollégáknak remélem, hogy jelentős, de mindenképpen érezhető fizetés emelésre tudunk sort keríteni. A többi olyan volt, amire elmondtam, hogy most nem tudunk forrást találni, ami volt egy jó pár olyan, ami viszont évek óta visszatérő, ilyen, mint a média. Médiától vonjuk el a pénzt, vagy a sportegyesülettől, mondjuk a Szájabb Budakalásztól vonjuk el a pénzt. Ezt mi máshogy látjuk. Egyébként Hantos képviselőtársam is elmondta, hogy máshogy látjuk a költségvetésnek a prioritását, de ő is azt mondta, hogy ez egy jól megtervezett költségvetés. Valóban nem értünk abban egyet, hogy mik azok a sarokpontok, de azt mondja ő is, hogy jól megtervezett a költségvetésünk, de vannak számára olyan sarokpontok, amik máshogy gondol.
ezt mi nekünk el kell fogadnunk. A képviselőtársaim gondolkozásmódja az abszolút tőlünk független, mindenki úgy gondolkozik, hogy szeretne, viszont nekik is meg kell azt érteni, hogy van egy testületi többségünk, amit mi mindenféleképpen a város javára szeretnénk fordítani, és ahogy évek óta is tesszük, elfogadjuk a költségvetésünket. Úgyhogy a módosítók egy részét befogadtuk, egy részét visszavonta a képviselőtársam, egy részét pedig nem fogadtuk be. Nagyon sok más döntés is került a testület elé előterjesztés, így például az igazgatási szünetről is szó esett, ami minden évben ugye megszokott, és erre már a budakalesziak is odafigyelnek. Igen, augusztus hónapban történik meg ez, pontos dátumokat ugye majd látni fogják a kollégáim, pontosabban a lakosok, kifüggesztve újságban mindenhol. Azt gondolom, hogy itt jobban tudják szervezni a munkát is a kollégák, a vezetők, a pihenést jobban tudják biztosítani, jobban tudják kérni a szabadságot. Ugyanakkor az ügyeleti rendszer, az adatoknak, okmányoknak a befogadása az zavartalan, hogy eddig is az volt, ezt mindig megteremti a jegyző úr. Úgyhogy ez egy ilyen olyan minden esztendőben visszatérő napirend, amit azt gondolom, hogy akár a lakosok számára is, hogy tervezhetően tudják, akár a kollégáim számára is fontos. A hészmódosításról is szó esett a legutóbbi ülésen. Az országos főépítésznek voltak még különböző kérdései, erre a tervező megadta a válaszokat. Most arról szavaztunk csak, hogy a tervezői válaszokat elfogadja a képviselőtestület. A helyi építési szabályzat elfogadása valószínű, hogy a következő rendes testületülésen történik meg. Az óvodai beiratkozás is a testület elé került, ami majd hamarosan lesz, és erre majd az óvodákból értesülhetnek az érintett családok. Valóban, meg az újságunkban is, meg a különböző webes felületeken ezeket mindenféleképpen a budakalásziak meg fogják kapni az információkat, lesz óvodacsalogató, lesz szülőértekezlet, lesz minden. Az én kislányom is elmegy óvodába idén, ez egy hihetetlen dolog. Ez egy ilyen saját gondolat volt, bocsássak. Akkor ilyen szinten is érintett ebben a kérdésben. Abszolút, idén az én kislányom is, a nagyobbik betölti, a 3 esztendős lesz, és akkor elindul az óvodába. Úgyhogy mi is majd menni fogunk a szülőértekezletre, menni fogunk az óvodacsalogatóba, úgyhogy bízom benne, hogy a budakalásziak is élni fognak ezzel a lehetőséggel. És ami még nagyon fontos, hogy ugye beszámolók is voltak, mely intézményektől, illetve mely egyesületektől voltak most beszámolók? Ugye mindenképpen meg kell tenniük a beszámolókat az intézményeknek, egyesületeknek, ezek megtörténtek, akár a sportegyesületek tekintetében, akár a többi intézmény tekintetében. A bizottságok ezt megtárgyalták, elfogadták. Itt nem szokott gond lenni általában. A vezetők ezeket évek óta jól teljesítik, a képviselőtársaim ezeket akceptálják. Itt általában ezek nagyon gyors napirendi pontok szoktak lenni. Ami viszont már nem napirendi pont volt, viszont a közelmúlt eseménye, hogy a nevelési intézményekkel tárgyalt polgármester úr, mégpedig az étkezéssel kapcsolatban. Miről szólt ez a megbeszélés? Összehívtunk egy vezetői értekezletet, mert jelezték a vezető kollégák, hogy szülők jelzései alapján gondok lehetnek, vagy gondok vannak, ezt mindenkinek a saját szubjektív ízlésére lehet bízni, az étkezésnek a minőségével. Ezt mi jeleztük a szolgáltató felé, kértük először is, hogy gyűjtsék össze a vezetők, hogy mik azok a problémák, amik esetlegesen fennállnak. Ezt mi jeleztük a szolgáltatók felé, ezt ők átnézték, és utána ezután hívtunk össze egy vezetői értekezletet, ahol részt vettek a kollégákon, kívül a szolgáltatónak a vezetőbeosztású kollégái, emberei. És ott meg tudták szemtől szembe beszélni a dolgokat. Vannak dolgok, amit lehet változtatni. Az ételnek a hordása, a kihordása, az időtartam, a pontos megérkezés, ezeken lehet változtatni. Az étel minőségét is mondják, hogy próbálják, csak ugye ott rengeteg olyan jogszabálynak kell megfelelni, ami a mi otthoni étkezésünknek, meg az ízlésünknek nem felel meg, mert mi lehet, hogy fűszeresebben eszünk, lehet, hogy sósabban, lehet, hogy más alapanyagokat használunk, amit ők nem tehetnek meg, és itt az ízlések változhatnak. És felajánlották egyébként nagyon korrekt módon, hogy nem egy egyszeri, hogy is mondjam, marketing fogás szempontjából, hogy be lehet jönni kóstolni, hanem ezentől biztosítják azt, hogy folyamatosan plusz két adag ételt adnak minden intézménynek, aki ezt igényli, és a szülők persze bejelentkezés alapján, de bármikor szurupróba szerint bemehetnek, és megkóstolták az ételt, hogy milyen a minősége. A gyermekeinkről van szó, a gyermekeink egyébként azt kell mondanom, hogy nagyon sokszor picit rafináltak,
és hogyha éppen lemaradnak egy foci meccsről, akkor inkább a foci meccset választják az étkezés helyett, de otthon nem azt mondják persze, hogy fociztam, hanem azt mondják, hogy nem volt jó az étel, mert hogyha azt mondanák, hogy fociztam, akkor lehet, hogy apuka vagy anyuka egy-két keresetlen szót alkalmazza velük szemben. Ezért azt gondolom, hogy sokkal fontosabb azok a személyes megtapasztalások, amiket a szülők tehetnek. Úgyhogy én kérek arra mindenkit, akit tényleg ez érint, vagy úgy gondolja, hogy az étkezés minősége nem megfelelő, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Jelezze az igazgató uraknak, ők jelzik a szolgáltató felé, plusz ételeket kapnak, és ez nem csak egy-két napig, ez fennállhat akár hónapokon keresztül. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy erről mindenféleképpen beszéljünk, hogy van ez a lehetőség. Nem sokára itt a tavasz, ezért megkezdődött az utcák takarítása is Budakalászon. Hol tart most ez a folyamat? Budakalász is fel fog ébredni a Csipke Rózsika álmából, itt, amit a télen látunk, tapasztalunk. Olyan szörnyű látni azt, amikor jön az ősz és az elmúlás, vagy utána minden olyan szürkévé válik. De most viszont újra megy itt a megújulás. A kollégáim elkezdték ugye a kátyuk felmérését, ez egy nagyon fontos folyamat a saját útjainkon, felmérjük a kátyukat. Ugye Budakalászon sajnos 5 állami út megy keresztül, aminek a rendbetétele nem a mi dolgunk, sajnos, hogy ez így alakul, de most ez nem tartozik szorosan ide. De a mi saját útjainkon felmérjük a kátyukat, ezeket kezdjük a felmérés után, valamikor április-május folyamán ezeket mi elvégezzük ezt a munkát, elvégeztetjük ezt a munkát. Közben a zöld felületi kollégáim elkezdik majd a táblák lemosását, utcabutorok lemosását, majd a festések következnek. A kefés autó járja a várost, a rengeteg sós maradvány, ami kimaradt a városon, már elkezdték összegyűjteni, különböző tárolóhelyekre viszik el ezeket, mert ezeket úgy külön kell kezelni. Úgyhogy azok a virágok, amik kifagytak, vagy kisózásra kerültek, azoknak az átültetése, ez most kezdődött a mai nap, ez folyamatosan megtörténik. Úgyhogy azt gondolom, hogy hetek múlva, mi azt szeretnénk, hogy a március 15-ére már lenne egy szép javulás, de azért ezt látni kell, hogy ezt 2 hét alatt nem lehet befejezni ezt a munkát, összes táblát le kell mosni. Én nekem rigójám, hogy legyen szép tiszta a város, azt láttam, hogy elmegyek más településeken, és látom, hogy évek óta már moha belepi a táblákat, és senki nem foglalkozik vele. Én azt gondolom, hogy ezzel is foglalkozni kell, nem csak a költségvetés 5 milliárd forintjával, hanem egyeslegesen egy pár ezer forintos utcabútornak a cserével is foglalkoznunk kell. A napi életünket ez jobban befolyásolja, és a budakalásziak sokkal jobban átlátják, és sokkal magukének közelebb éreznek egy tiszta, lefestett utcabútort, mint esetlegesen egy számukra is át nem látható több milliárd forintos beruházást. Ilyenek vagyunk. Ha már Budakalász arculatánál járunk, akkor muszáj megemlíteni az étakot, aminek Budakalászon volt a véleményezése, aztán a bemutatója is a közelmúltban. A tájegységi arculatú kézikönyvnek valóban itt volt. Ugye ez egy 4. esztendeje folyó munka. Főépítész úrral, most már főépítész asszonnyal, ugye akkor még a kollégája volt, jó magam, közösen elkezdtünk egy ilyen, hogy is mondjam, munkát, ami nem tudtuk ezelőtt 4 esztendő, hogy hova fog kifutni. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon pozitív lett a vége, és az összes település, aki ebben részt vesz, most már 24 település, mert Esztergom is csatlakozott hozzá, ezt fontosnak gondolja, hogy az az épített örökség, az a teremtett örökség, aminek a birtokosai vagyunk, és meg kell őriznünk el, az meg is maradjon. Ugye mi most ez a térség, ugye most várományos a világörökség részének. Ugye a középkori erdőbirtok határa, meg a pirisi parkerdő határa nagyjából egybeesik. Itt nagyon sok minden elhangzott, amit valóban itt most ebben az interjúban nagyon nehéz lenne, nem is szeretnék, nem is tisztem nekem. És csak tátott szájjal hallgattam ezeket az előadásokat, hogy milyen, addig is tudtuk, hogy szép és jó helyen lakunk, és valamilyen formában. Ki úgy gondol sok mindent erről a pirisi tájegységről, de valóban látni kell, hogy ebben a formában az, hogy az épített örökség, az, hogy a teremtett örökség így meg tudott maradni idők kezdettől fogva, szóval nagyon régóta, több ezer éve akár, ilyen a világon azt mondják, hogy nem sok helyen van, mert minden hiába mondjuk szóba hozták ugye a Loire völgyét, hogy gyönyörű a Loire völgye, de nézzük a kastélyokat, és ez csak ott egy atomerőmű a kastély mellett, ugye így a piris nem így épült be. Úgyhogy az étaknak ez is egy része, hogy ezeknek vigyázzunk el. Erről is szólt ez a megbeszélés, erről is szólt ez a konferencia, ez a lezárás. És bízom benne, hogy ha nem is ilyen sűrű, nem is ilyen gyakorisággal, de azért ez az étakos beszéd, amit a polgármesterek, a főépítészek elkezdtek egymással, ez valamilyen formában tovább tud folytatódni.
Ha már épített környezetről beszélünk, és történelmi környezetről, ami Budakalászon is megtalálható, mégpedig Budakalász magjában, akkor egy építészeti pályázatról is muszáj beszélnünk, aminek Budakalász volt a fő témája, és nagyon sokan neveztek rá fiatal építészek. Mi volt ez pontosan? 27 építészcsapat nevezett, mert ugye nem egy embereket, hanem csapatokat lehetett indulni. A Magyar Művészeti Akadémia úgy gondolta, hogy a 2018-as évben érdemesnek találja arra Budakalászt, hogy Budakalásszal kapcsolatban írjunk egy pályázatot. Ugye ez a Budakalász magja, ez a Kálvária környékéről szól, és erre jöttek tervek, tervpályázatok, 27 csapat jelentkezett. Kinek mi az elképzelése, ki mit lát ebben a budakalászi projektben, ebben a Budakalász magja nevezetű projektben. Hihetetlen az, hogy 27 féle gondolat tud ugyanarról jutni az emberek eszébe. És itt nem arról van szó, hogy holnap után építünk egy templomot, mert erről nincsen szó. De szeretnék azt, hogy valamilyen arcolati elem a későbbiekben esetleg megjelenhetne ezen a területen. Ugye ez egy érzékeny terület, ugye az egyházközségi tulajdon, az önkormányzat tulajdona itt szorosan egymás mellett van, nem is válik el egymástól. A templom az nem az önkormányzaté, de a pihenő rész főn, meg a játszótér, meg az az oldal, az már az önkormányzaté, úgyhogy itt nem is tudunk egymás nélkül semmit tenni, nem is szeretnénk egyébként. Azt gondolom, hogy itt ezt a szakralitását meg kell tartani ennek a területnek, de gondolkozni szabad, és lehet is, és azokat az egyes elemeket esetlegesen a későbbiben fel lehet használni, ami ennek a templomnak és ennek a budakalászi mag tájegységnek, ennek mag résznek a bemutathatóságát, még szemétét, semmi sem zavarhatja meg a későbbiekben. Bízom benne, hogy itt lesz majd egy előrelépés. Nagyon sok, nem is nagyon sok, de egy pár rossz indulatú megedzést is kaptunk, hogy na, akkor beépítjük meg lakópark. Nem tudom, ez a lakópark, ez mindenkinek ilyen, nem tudom, ilyen beütés lehet mostanában. Mindenki azt gondolja, hogy mindenről az embernek az jut eszébe, hát azért egy Budakalász magjáról azért nem. És azt gondolom, hogy azért egy olyan tájegységen vagyunk, ami itt a Pilisnek a lábánál, hát tényleg unikális lehet, és az is lesz. És ami még nagyon fontos, hogy Budakalász városa idén 10 éves. 10 éve kapta meg ezt a rangot, és erre is már elkezdődött a megemlékezés, mégpedig egy különleges fesztivállal. Nagyon jó hangú fesztiválunk volt, február 23-án. Egy disznótoros fesztivál. Közel 2000 ember jelenlét. Ez nagyon sok. Valóban egy egyeki csapatot bíztunk meg, egy profi csapatot, hogy mutassanak be egy látvány disznóvágást. Valóban a disznó maga levág... A gyilkosságot mondjuk így, vagy ez nem itt történt Budakalászon. De a feldolgozás, a kolbásztöltés, a hurkatöltés, ugye azt mindent lehet látni, a frissen sültek, azok mindig történtek. Kismalacokkal együtt itt voltak a kismalacok, lehetett simogatni őket. Plusz budakalászi csapatok indultak, kaptak alapanyagot, és hát ez felgeteges hangulat volt. Úgyhogy ezt mi szeretnénk tovább vinni. A városunk 10 esztendős, ennek az idei esztendőben nagyon sok elemét fogják látni a budakalásziak. Lesznek különböző kiadványaink. Emlékeztetnénk el az embereket arra, mert sajnos felejtünk, hogy ez a város 10 évezet hogy nézett ki. Lesznek különböző kiadványok, hogy ilyen volt, ilyen lett ez a város. Elkezdtük összegyűjteni, hát hihetetlen mennyiségű beruházás, munka. Hát csak arról beszélünk, hogy minden közintézményünk megújult, az összes. Épültek bölcsődék, épült egészségek. Szóval valóban, akik mondjuk az elmúlt 5-6 évben jöttek Budakalászra, nekik fogalmuk nincs arról, hogy Budakalász 2009-ben, vagyis 2019-ben hogy nézett ki akkor, és most látják a mostani állapotot. Mind el szeretnék mondani az embereknek, hogy kedves barátaink, itt laktok nálunk 5-6-4 éve, lássátok meg azt, hogy milyen volt ez a város, és mennyit erőfeszítést tett a mindenkori képviselőtestület, és annak büszkén mondhatom, annak örülök, hogy 9 éve, ennek jó magam vagyok a vezetője és részese, úgyhogy ennek a 10 esztendőnek a 90%-ában azért az a munka elkészült, és látják is a budakalásziak. Úgyhogy ennek szeretnénk hangot adni, lesznek különböző rendezvényeink, idén a városnap is, most nem egynapos lesz, úgyhogy városnapok lesznek, mert kétnapos lesz. Idén a nyugdíjasoknak a napját, az idősek világnapját is szeretnék még jobban megünnepelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az idei esztendő sok szempontból más lesz, mint a többi, és ezt a budakalásziak majd megtapasztalhatják. Mindenféleképpen megkapják az értesítéseket, a szokásos módon, újság, televízió, weblapok, minden szó. Ez működni fog, és bízom benne, hogy nagyon sokan el tudnak jönni ezekre a rendezvényekre. Még térjünk egy kicsit vissza erre a fesztiválra, hogy sikerült végigkóstolni önnek is mindent, hiszen ha jól tudom, akkor tevékenyen kivette a részét a munkából itt is. Nem sikerült.
Az az igazság, hogy szólt a kolléganőm, hogy elkészült a hurka meg a kolbász, és akkor lehetne egy kicsit beszállni, segíteni. Hát én beálltam oda, osztály, kaptam egy kötényt, beálltam, és amíg el nem fogyott a sor, addig ott voltam, úgyhogy az összes hurkát kolbászt kiosztottuk. De a végén már nekem csak hurka kolbász maradt, úgyhogy azt meg tudtam kóstolni. A többiek, akik a szerbek, a svábok, a különböző csapatok ételeit nem tudtam megkóstolni, mert egyszerűen mire oda jutottam volna, minden elfogyott. Úgyhogy az most majd legközelebb, hogy szólnom kell, hogy egy pici adagot tegyenek nekem is félre. De az jó volt látni azt a lelkesedést. És az emberek tényleg türelmesen. Jó, persze látták, hogy nem fog elfogyni az étel, mert ott volt előttük, de nem tudták olyan gyorsan sütni a böllér kollégák, hogy ne legyen sorállás. Hát sorállás volt, de nagyon sok embernek egy jó napot tudtunk szerezni ezzel, hogy kiláltuk őket. Felajánlottak a Rothburger, egy pirisvörösvári cégnek a sörét, kóstolhattuk 5 liter pálinkát, és azt is ilyen finoman kiosztottuk, ez egy ilyen különleges sörpárlat volt. Hát nagyon nagy sikere volt neki. Szóval azt gondolom, hogy ez egy hűvös, napos nap volt, szóval nagyon szép, tiszta, de hideg idő volt, és nagyon jól esett az ital, jól esett az étel, úgyhogy azt gondolom, hogy jó lesz ez így. Legközelebb majd egy kicsit protekciót én is fogok kérni, hogy hadd kóstolhassak meg én is valamilyen szempontból más ételeket is. Azért értünk vissza erre a fesztiválra, mert gondolom, hogy akkor ilyen hangulatban telnek majd a következő események is Budakalászon, ebben a családias, összetartó hangulatban. Én bízom benne, hogy Budakalász nem csak sportos város, hanem családias és tényleg egy ilyen összetartó város. A városnapot megelőzi majd ugye a pilisi kóstoló, ott is ugye készülünk, akkor a városnapon is készülünk egy gasztro meglepetésre, ezt még nem szeretném elárulni, mert ez akkor kiderül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis egy jó étel, egy jó ital összehozza az embereket, a családokat is összehozza, hát akkor a nagy családot is összehozhatja, a Budakalász lakosságát is. És azt gondolom azt, hogy itt ingyen jöhettek a budakalásziak, ez nem került senkinek egy forintjába, és ez nagyon fontos, mert nem haszonszerzés vagy bármilyen szempontból, aki nem teheti meg, az nem maradjon távol. Itt most legyen itt mindenki, aki megteheti, az is, aki nem, az is. Mi pedig azt kívánom, hogy beszélgessünk így legközelebb is, és köszönöm, hogy a vendégem volt. Nagyon szépen köszönöm. Vendégem volt Rogán László polgármester. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!